Ma hosszú nap volt, az elmúlt hetek talán leghosszabb napja. Budapest volt az első megálló, ahol részt vettem a Magyar Állatorvosok Világszervezetének a közgyűlésén. Tisztújítás van, 22 éves a világszervezet, és a Kárpát-medencei magyar állatorvosoknak egy olyan fóruma, amelyre szükség volt, szükség van. Onnan jöttünk Szatmár-Németiben, ahol először a nyugdíjasokkal találkoztam. Egy 40-50 fős nyugdíjas társaság fogadott, ez egy nagyon aktív nyugdíjas szervezet, a Szatmár-Németi. Implikálódnak, aktív részesei a társadalomnak. Ezt külön köszönjük, hogy velünk vannak, segítenek, tanácsot adnak és irányt mutatnak. Utána az RMDSZ-es kollégákkal, polgármesterekkel, önkormányzati képviselőkkel találkoztam, a kampányról beszéltünk, a következő időszak kihívásairól, önkormányzati választás, egy fordulós polgármesterválasztás, parlamenti választás, arányos képviselet és jövőkép. Utána pedig egy szájkarátén vettünk részt, ahol Butka Gerdő kérdezett, kellemes, hasznos, jó beszélgetés volt. A kritikus kérdések, a kritikai megfogalmazások pedig azért fontosak a politikus számára, hogy legyen meg a visszajelzés, mert egyikünk sem tökéletes, mindegyikünk hibázik kisebbet, nagyobbat, de ki tudjuk javítani a hibáinkat. Ezért ezeket a beszélgetéseket, ezeket a tabu nélküli beszélgetéseket különösen szeretem.